villáminterjú. Hányadika van ma? Augusztus 19. Hova megyünk most? Barcelonától fürödni. Miért sós a tengervíz? Azért sós, mert az ásványi anyagok, amik feloldódnak a vízben, azok sósá teszik a tengert vagy az óceánt. Nincsen forrás, ami befolyjon, hogy édesítsék. Mondja egy pár példát. Például Parajdon nincsen forrás, sósató. Medvetó nincs forrás, sósa medvetó. A más tavaknak van forrása és édesek. Ennyi. Például Tárnica a bél is. Zoli, mit csinálsz? Slacolok a publikumban. Itt a Barcelonát a közepén? Igen. Szerintem te, fiam, ezt meg tudod csinálni, Eszter? Ha nem lenne, akkor a technőm biztos. Kedves madár, eljöttünk a kikötőbe. Mert utolsó előtti napunkon vagyok, és meghívtam Dukát egy jaktpartira. Nem sokára fel fogunk mászni egy jaktra. Sajnálom, hogy nem tudom megmutatni belülről, mert a jakton nem lehet fotózni, filmezni. Egy nagyon privát, intim buli lesz, de hogyha így végignézel, akkor el tudod gondolni, hogy kb. Miről fog szólni a buli. Kedves madár, ezt utoljára akartam tartani neked, hogy a titkot felfedjük. Dukáiknak a hostelje, amiben laktam. Itt van a parton, én ott, ahol második, ahol látszik az a két fény, ott lakom. Itt van lent a jaktom, a part az 70 méterre. Hát kell baj ennyit tudok mondani, hogy esetleg eljössz Barcelonába, itt fogsz te is lakni. Ez a hostel, megtekintheted, nem szép épület, de közel van mindenhez. Kedves madár, elértünk Porto Olimpicóba. Menjünk egy kicsit enni, kicsit éhesek vagyunk. Azt szeretném mondani neked, hogy a perfekt hely, ahol esténként ki lehet ülni, és egy kicsit szorakozni nőkkel, persze ez rád nem érvényes, az itt van, innen meg könnyen fel tudunk jutni a jaktunkra, utána meg a szállodába, úgyhogy kb. Ennyit akarok mondani, hagyom tovább, hogy csodáld a kájat. Kedves vadár, azért van teknünk, mert ez a vacsoránk. Jó étvágyat kívánok! Evelyn, ma van a repülőm, itt van a jegyem. Jaj, Evelyn, na. 19.55-öt. Igen. Igen, Evelyn. Mármint 23.55-kor száll le. Nem sokára mehek egy négy órán belül. Nem tudom, hogy meg vagy ilyetve. Én nyugodt vagyok. Köszönöm, papa. Kedves nővérem, ő befosott, hogy nincs ma repülő. Na. 3, 2, 1, nyomjad.
Allah Akbar, madár. Itt a vége, fuss el véle. Készülődünk a repülőtérre. Ennyi volt, Duka majd a többit majd elmagyarázza neked. Alles Bulles Sokeres. Kedves madár, egy ilyen búcsúztató dalot fog énekelni, amit tanultam itt Barcelonában. Hoklámoklá, sédig ide, surgamurga majd dinurga, sédig ide, máj mazéli, surgamurga de. Hoklámoklá, sédig ide, surgamurga, sájdélurga. Endő, endő, jugoszlávé, bátyulági, sugagágyi, hé, bába, deciláda, hop, 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 jépás, uge, jépás, magyi, hop, hop, hop. Ezt hol tanultad? Faszom, film volt, nem láttad a filmet? Bár? Nem. Ahogy ne, te abban énekeltik te. És így megtanultad a számot? Nem mert megtanulni. Hát, én nem na, húzzunk. Most már látod, madár, hogy komolyan beszéltem. Csomagom be van rakva a kocsiba. Indulunk a repülőtér felé. Most esetleg egy ilyen... Hányadik állam van? Augusztus 20-a. Na, pá! Na jó, már jó legyen! Találkozunk valahol. Nem van, szervis. Jó, beszélünk. Ha minden igaz, akkor ott a hátam mögött ott fog megjelenni horvát. Más muk, én írtik már, tugend anspálen. Volt egy kis sunci, de punci nem. Komúgy nős vagy, meg egy kicsit a sellőkkel játszadozni. A fogorvosnál vagyunk, a félszeddi Garcian. Koni csiba mina szán! Megrothat reteknek a legrosszabb ilyen savanykás... A halat úgy kell, hogy levágod a fejét. Hátgerincét. Ha egy kicsit Duka elforgatná arra felé, jobb oldalra, akkor látszana, hogy kb. 100 méterre három uborka ült egyedül, ő meg idehozott engem, mint egy remetét, érted? Kedves madár, amikor baj van az életedben, és süllyed a hajó, a szaros életed, itt vagyunk mi, barátok, hogy a tengerben megmentsünk téged. Mit csinálsz? Slacolok a publikumban. Sajnálom, hogy nem tudom megmutatni belülről, mert a jachton nem lehet fotózni, filmezni. Egy nagyon privát, intim buli lesz. Alles Bulles Sokeres.